Az ige testélet, karácsonyt ünnepeljük, Jézus Krisztus megtestesülését. Azt, hogy Isten emberként megszületett, hogy aztán megváltsa a világot. De vajon mi volt az oka, mi a célja vele, és milyen lehetőségeket kaptunk általa? Számtalan kérdésre adhat választ a megtestesülés misztériumáról való közös gondolkozás. Karácsonyi műsorunkban Barsi Balázs Széchenyi díjas ferences szerzetessel, teológiai tanárral beszélgetek. Balázs atya, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most karácsony ünnepkörében, ha a megtestesülés misztériumáról beszélgetünk, talán érdemes egy kicsit visszább tekinteni az angyali üdvözletig, hiszen, hogyha úgy fogjuk föl, Jézus megtestesülése már akkor elkezdődött. Sőt, hát az volt a megtestesülés. Azt érdemes végig gondolni, hogy ezek a nagyon mély isteni kinyilatkoztatások, ezek egy nagyon hétköznapi és mindennapi valóságra épülnek. Szerintem ez a jövő ige hirdetés. Ezt nem tudjuk kimutatni, akkor semmi mondani valónk nincs. Amikor Camus azt mondja, hogy ha az ember, az utcaembere bemegy a templomba, hát nyilván egy katolikus templomra gondolt, akkor azt várja, hogy olyan szót kapjon, amelyik meg minden problémájának a gyökerét érinti. Minden problémán, de jó lenne vele beszélni Camusvel, és akkor megkérdezném, hogy monsieur, akkor minden problémának egy gyökere van? Egy. Az, hogy én valaki vagyok, személy vagyok. Tudok magamról. És szabad vagyok. Tehát amikor én édesanyám mélyében megfogantam, ez az én, ez nem az apámból és az anyámból van. Itt kezdődik az ember. És itt kezdődik a probléma. Igen. Igen. Hát annak probléma, aki görcsösen elutasítja azt a kérdést, hogy hát ha én szabad, önmagáról tudó valaki vagyok, és ez oszthatatlan, akkor az az én, ez a személy, ez nem az apámból és az anyámból van. Viszont én nem vagyok külön lélek, meg külön test. Tehát amikor az a biológiai folyamat megtörténik, Isten abba a pillanatban, a nem létezésből előszólít engem, tehát Isten folyamatosan teremt. Az egész univerzumnak nincs más értelme, csak az ember. És hát ezen elgondolkodunk, akkor az, hogy a szűzanya szűzen foganta Jézust, és nem Józsefnek a biológiai fia, akkor azért gondoljunk be, hogy nálunk is van egy megdöbbentő dolog, hogy én meg a személyem nem az apámtól és az anyámtól való. Azt nem a biológia termelte ki. Ilyen nincsen. Azért az anyag nem fejlődött oda, hogy egy élő sejt legyen. És az biológiai fejlődés nem fejlődött olyan, hogy kitermelje magából egy önmagára visszatekintő, öntudatos ént, a szemét. Hát azért ezért a legnagyobb szentség a házasság. És a fogantatások. Na most az, hogy a második isteni személy emberré lesz, ott pedig az nem csoda, az a valaki, az öröktől fogva van az a személy. Ott az a csoda, hogy Mária húsából, Mária génjeiből alkotja meg Isten. Tehát belenyúl a természetbe. Miért? Mert Isten nagy műveit semmi sem válthatja ki Istenből. Tehát egy emberi fogantatás pillanata nem kényszerítheti azt, hogy na most szálljon le az örök ige is legyen emberré. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen. És nagyobb dolog az, hogy az énemet a semmiből teremtette, mint az, hogy egy fogantatásból hiányzik a férfi. De aztán nem hiányzik, mert azt mondja, ne félj magadhoz venni Máriát. Szent József Jézusnak jobban az apja, mint az én édesapám. Mert az első ok, a Teremtő Isten rendeli oda. És Jézus ebbe az egyszerű názáreti Józsefbe
az atyát látta, és engedelmes volt nekik 30 éven át. Mi Istentől elszakadt ádámi vadékok vagyunk, és nekünk ez a legnagyobb komplexus, hogy tudunk is Istenben, meg távol is van. Az emberiség nagy része nem törődik vele, nincs Isten kapcsolata. Ugyanakkor a lelke mélyén él az, hogy örök élet, örök boldogság, örök szeretet. Szóval itt valami nagy zavar van. Ezt azt úgy mondhatnám, hogy az, hogy megváltónk lett, abból nem következik az, hogy csak azért jött el, hogy a megváltónk legyen. Azt is hanem az a valóság, hogy annyira benne vagyunk teremtve. Itt van a Kolosszei levél. Krisztusban teremtett mindent az Atya. Tehát akkor a teremtés, az ember teremtése Krisztusban van. Mert hogyha az Atya Isten azt akarta, hogy én egy értelmes személy legyek, akit ő szerethet, na most itt egy másik dolog van. A személyt már tudná szeretni, de egy Isten csak egy Isten tud szeretni. És rögtön fölveszi Ádámot Jézus Krisztus Isten fiúságába, az örök és kezdet nélküli szeretetbe. És ebből szakadtunk ki. Tehát maga az ember érthetetlen karácsony nélkül. Aquinói Szent Tamás nagyon helyesen azzal foglalkozik, ami minden percben érdít bennünket, hogy elszakadtunk Istentől, hogy bűnösök vagyunk, hogy lehet ez a kapcsolatot, hogy lehet visszaállítani, Jézus ezért jött. De akkor is eljött volna, és most Tamásnál találtam szöveget, hogy azt mondja, igen, vannak, akik még más okát is tudják a megtestesülésnek, és azokat nem nevezi eretneknek. És hogyha mi Istenből kiváltunk ilyen hatalmas művet, mint a megváltás, akkor mi azzal a megváltóval mélyebb kapcsolatban vagyunk. Pontosan azért veszi magára az emberiség bűneit, mert az emberek annyira benne teremtettek, és belőle szakadtak ki. Tehát, hogyha egy hasonlatot mondanék, hogy, és itt nem szembeállítás van, na, ide kell eljutni, hogy nincs szembeállítás. Itt nem Domokos és Ferences vita van. Itt nem. Itt arról van szó, hogy mi mibe van. És Tamás nagy realista, és azt mondja, hogy ami minket most érdekel, és azzal foglalkozunk. És hát ő nem veszi észre, nem veszi figyelembe, hogy a Szentírás betűjében is ott van, hogy minden benne teremtett, mindent, és mindent újra Krisztusba egyesít. Miért újra? Hát mert kezdetben is vele volt egyesítve, az lehet újra, ami eleve megvolt. Tehát, hogy a Isten azt mondja, Skótusz, ha azt akarja, hogy rajta kívül lényeket ő szerethessen, és azok a lények, az emberek őt viszont szeressék, akkor csak a fia megtestesülésébe gondolhatja, mert ő a fiát szereti. Mikor azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik, és én benne vagyok megtervezve. Az örökkévaló mindenek fölött van. Tehát ex nihilo, a semmiből teremtett, mert a nem létezés is a hatalma alatt van. De milyen érdekes, hogy az első kérdés nem az, hogy honnét a világ, hanem hogy megszabadított minket. Mit mond a kisgyerek, aki egy nagyobb fiút verekedik vele? Megáll majd édesapám, összevert téged, majd jön. Meg beesett a gödörbe, majd apám kiszabadít. De hogy neki miért apja ez a 2 méteres ember itt? Ezt nem tudja, nem is érdekli. Tehát ez a szabadítás, hogy az embernek ez a rettentes komplexus, hogy valami nincs elrendezve, hogy van bennünk végtelen vágy, van bennünk egy ős bizalom, és nincs megokolva. Aztán van bennünk ott a lelkiismeret hangja, amit Szent Newman bíboros kutat nagyon, hogy azért akárhogy megjátsszuk magunkat, és akár mit mond Freud úr, ő pszichológus, mit filozófál. Azt mondja, hogy az a hang, az egy belénk nevelt felső én. Belénk nevelték, hogy ez csúnya, az bűn, ez nem bűn, és akkor az itt a fejünk fölött diktál. Igen? És eljön, és 50 év múlva azt gyónja, hogy atya, én 50 évig hazudtam magamnak, nekem is hazudtak, és elsírja magát. Tehát lehet, hogy van egy felső én, de az a lelkiismeret hangja, mert éjszaka azt mondja, hogy
Összeveszi feleségedet, gyerekeket, mindenkit letoltál. Hát tudod, hogy hazudtál. Puff. Ki ez? Ez az erkölcsi rend. Ugye? Igen, de... Vagy Kant mondta azt, hogy két dolog töltett csodálattal a csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi rend bennem. Igen, de hogyha egy erkölcsi, ha egy rend lenne, egy rend a személytelen. Hát nekem hiába írják ki a 10 parancsolatot. Ez a hang, ez valaki. Fölöttem áll, és kívülöttem van, kívül van. Erre mondja Newman, hogy ez a hang készítette elő a pogánságot Krisztusra, a zsidóságot pedig a proféták, a kinyilatkoztatás. És a kettőnek találkozni kell. És most az ember tragédiája az, hogy ezt a belső hangot, bocsánat, a belső, ezt a külső hangnak a készülékét, amely fogja, azt rongálják el. A lelkiismeret ellen él. És tulajdonképpen nem az a probléma, hogy elesett és bűnös, hanem hogy nincs is bűn. Szóval ezen nem lehet segíteni. Ez az erkölcsi relativizmus. Igen, és az, hogy már megideologizálja, hogy nincs fölöttem ez a hang, és egy olyan társakat szerez, és egy olyan társadalmat épít ki, amiben ez a hang nem szólhat bele, megideologizálja, nincs is. Na most, de azért az ember leronthatatlan. Ott vannak az Istennel való kapcsolatunknak a nyomai bennünk. Ez a személy, azt nem csak a rosszat örököltük Ádámtól, hanem megmaradtak a csírái ennek. És Krisztus az ő föltámadásával valahogy ezeket érinti meg az apostolokban. Például ott van az ősbizalom. És ezt érinti meg Krisztus, amikor föltámadva megjelenik 40 napon keresztül. És ezért az a 11 halász ember, meg több mint 500 testvér azt mondja, ne, ez nem zsidó kérdés mától kezdve, ezt a római birodalomnak és a világ végezetéig hirdetni kell, hogy ez az ősbizalom, ez bizonyítva van. Hogy Krisztus azt mondta, ne féljetek, én vagyok. Szeret. Igen, itt nagyon-nagyon fontos mindig, és ez az, amit öregkorban egyre jobban, vagy időskorban, elragad engem. Szóval nekünk ezen a szinten kellene élni. Annyi tennivaló, annyi bajunk, annyi hibánk, bűnünk, minden. Nem itt kell élni, hanem ebbe a világosságba. Hogy mi, melyik igazság, melyik valóság van, melyik be, azon belül van. Tehát van egy olyan Krisztus Jézushoz való tartozásom, amely a létemet érinti. Tehát így nem lehet senkihez tartozni az emberek között. Éppen tegnap olvastam fel Prohászkától egy megdöbbentő sorokat, hogy tessék tudomásul venni, hogy iszonyatos magányban élünk. És minél magasabb a hivatása valaki, senki nem érti. Tessék lemondani, senki se ért meg, csak a te teremtő Istened. Na most itt azért nem kell kétségbe esni, mert ha találsz egy olyan feleséget, olyan férjet, olyan testvérek, aki tudja, hogy őt egyedül Isten érti meg, és Istennel ilyen mély kapcsolatban van, akkor köztetek is ez a kapcsolat áramlik. Tehát amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogy az Atya szeret engem, én úgy szeretlek titeket, ahogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást. Számtalan azt elmondom, és jó lenne ezt megtanulnák, hogy ahol kimarad a Szentlélek Isten, a felsorolásban ott van legjobban jelen. Ahogy az Atya szeret engem az örökké valóságba, a lelket árasztva. Egy maga a Szentlélek. Igen. Mert a szeretet nem lehet csak valami. De nem lehet csak érzés, csak jó akarat, csak cselekedet, mert a szeretés tesz engem jobban személyé. Tehát akkor a szeretet áramlása végső soron az valaki. És ahogyan az Atya engem szeret, én úgy szerettelek titeket, és abba haltam bele, hogy a Szent Lelket megadjam nektek. És ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy szeressettek egymást, vagyis a Szent Lelket árasztva egymásra. És erre szomjazunk, hogy engem szeresni a te tulajdonságát. És így csak Isten tud szeretni, és akinek megadta az ő szentjei. És ebbe van valami az édesanyába, aki nincs megrontva.
Hát nem tudja, hogy az a magzat egészséges, ez fiú vagy lány, nem is érdekelt elégen. Akkor engem egy ember, az édesanyám úgy szeretett, mint az Isten. Engemet. Nem a tulajdonságaimat. És Krisztus ezt hozta vissza. És Jézus azt mondja, én tőle jöttem ki. Higgyetek az atyába, és bennem is higgyetek, ugyanazzal a hittel. Atyám házában sok lakóhely van, hát mit mondjon nekik az örök élettől? És ott hol lesztek? És én visszajövök, értetek? Ez valami csodálatos. És hát ez, hogy kinyilatkoztatta az, hogy Isten azért szeretett, nem azért szeretett, mert minket szeret, hát egy egyszemélyű Isten elkezd minket szeretni, és azért teremtett, akkor nem Isten, mert hiányzott neki valaki. És Isten, hogy személy legyen, hogy megtanuljon szeretni, azért kellett teremteni embert? Abszurdum. Úgyhogy Martin Bubert olvastam, ezt a zseniális zsidó, ortodox zsidó, úgy tudom, tehát nagyon mélyen hívő filozófust, óriási. Én még egyszer újra keresztény lettem. Jó mondata is vannak nagyon a kereszténységről, bár ő negatívumnak tartja. Például az, hogy a kereszténységnek óriási sikere abból lett, hogy az egyén, az én és Isten kapcsolatát nagyon kiemelte. A zsidóság nem. Ott a nép. És annyiban vagyok Istené, amennyiben Izraelhez tartozom. A vérségi kapcsolat is ez megáll, és majd hát a pogányok is ugye az idők végén beléphetnek majd, ha Mesiás eljön. És hogy a kereszténység nem, és ezért a közösségi érzést, meg ezt a fajta közösséget nem, valahogy így mondja, hogy nem éli meg, tehát ő nagyobbra tartja. Igen, mert nem tudja azt, hogy aki megteszi atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Pedig azt mondták, itt van édesanyád. Szóval ki az én anyám? Hát az, hogy tőle születtem. Nem úgy tartozom én Máriához, hanem megtette Isten akaratát. Egy új testvériség, egy új vérkapcsolat, egy új vérvonal indul el. Az isteni természetben való részesedés, a Szentlélek kiáradása. Ezért, hogyha két keresztény veszekedik, és ez a botránya a világnak, ez nem erkölcsi bűn, hanem ez teológiai. Vége. Elárulta azt, amiben hisz. Istent. Hiszen ez egy új testvériség, és nem lehet az emberiség egysége más alapon. Nem tart össze bennünket már a közös rokonság, a vérségi rokonság. Az akkor tartott volna össze, ha Ádám nem vétkezik, és így a fogantatással átadják egyszerre az Isten életet is. De azt most már csak a hitben és a keresztségben kapjuk meg. Balázs atya, hogyha a megtestesülésről és a megtestesülés misztériumáról beszélgetünk, mindazok fényében, amiket eddig elmondott, hogy illeszkednek bele az angyalok, akik ugyanúgy személyek, mint ahogy mi vagyunk, csak testük nincsen. Igen. Tehát őket is Isten teremtette, őket is azért teremtette, hogy szeresse, szeretetből teremtette, de az ő világukban mégse testesült meg, vagy hogy van ez? De ez az angyal, ez nem egy fajt jelent, tehát ők nem egymástól születtek, ez küldetés jelent, angelus, küldött. De hát őknek nincs, hogy egymástól születtek, tehát mindegyik egy külön világ. Világmindenségek, szellemi világmindenségek, akik tudnak magukról. És Isten valahogy olyanoknak is teremtette őket, mint ami ő, hogy azt, tehát hogy a kicsit szereti. Kicsit. Például a Szent Háromságban is lehet ilyen, hogy végtelen ingyenesség. Az a végtelen ingyenesség. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy hálát adok neked, atyám, hogy a kicsiknek kinyilatkoztattad. Ez nem csak a gyerekeket jelenti, mint hogy szokták prédikálni, mert a gyerek van ártatlan, hát nem ártatlan. Hanem ez jelenti a bűnösöket is. Ami el akar veszni, az szereti, meg akarja menteni. Ami éppen, hogy csak létezik,
Az anyagban vagyunk. Az utolsó olyan lény vagyunk, aki mi képes Istenre. Olyan állatfajta, amely képes az Istenre, tehát nem állat. És bennünk van összefoglalva az anyagvilág. És valahogy ide száll le Krisztus, mert azt akarja nekünk elmondani, hogy higgyétek el, hogy azzal a szeretettel, hogy engem szeret az örökké valóságba, titeket, akik a legkisebbek vagytok, fölemelt ebbe a kezdet nélküli szeretetbe. Viszont van egy igazolása, elfogadom, és teljesen elfogadom, mind a szentek, akkor például egy Teréz anyát Nobel-díjjal jutalmaznak. És amikor azt mondjuk, hogy Szent Teréz anya, akkor azt mondják ezek, akik megadták a Nobel, de hogy szent, csak jó ember. Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy a kegyelem, a Krisztusba vetett hit, ahhoz kell, hogy emberré váljak. Hát ember vagyok, de emberré kell válni. Hát, igen, hát karácsony az nem egy ünnep csupán. A megtestesülés az, az minden, minden. Hogy lehet az, hogy az angyalok csak az emberektől tudták meg, hogy kicsoda is, hiszen már az angyali üdvözletnél ugye Máriával egy angyal közölte Jézus születésének, megtestesülésének a hírét? Azért ezek olyan megközelítések, amit én nem dogmaként mondok, de hát azért az az angyal is közvetített olyan üzenetet, amit maga se egészen ért. Hát a proféták számtalan üzenetet közvetítettek, amit valamennyire megértettek, és később, mondjuk pár száz év múlva jöttek rá. Tehát azt mondja a 16. Benedek, hogy vannak szavak, amelyek a megértésre, a beteljesülésre várakoznak. Például milyen egy kisgyereknek, hogy fölveszed a kisgyerekedet a karodba, és azt mondja, hogy szeretlek, szeretlek, és ölelgeted minden, érez, de hogy mit mond ez a szó, hát ezt lehet, hogy az élete végén döbben rá. És vannak ilyen beteljesedésre váró szavak, éppen ez nekem nagyon megfogott a olvasmányba Izaiás prófétától, hogy azt mondja az Úr, a próféta felszólítja a királynak, Ákász királynak, hogy kérj egy jelet, és adok neked egy jelet, vagyis egy csodát. Csak aztán az Úristen, mint egy olyan sértődöttem mondja, hogy nem szégyelled magadat, még engem is kísértesz. Tudnélik, nem egy ember szólította föl, vagy egy angyal a királyt, hogy kérjél egy nagy csodát, hanem Isten. Ez egy nagyon fontos. És Isten olyan jelet akart adni, azzal egyenrangút, mint a teremtés. És akkor adok neked ilyen jelet. Íme a szűz mélyébe fogan, fiat szül, és Emmanuel lesz a neve. Most a mostani zsidóság is hogy magyarázza meg? Hát biztos egy leány szül, nyilvánvaló azért, mert férhez ment, és fogantatást történt, és az a gyerek az valami csodálatos lesz, az lesz a neve, hogy velünk. Jó, ezt lehet magyarázgatni. Igen ám, csak egyszer ez beteljesül. És azt mondja Józsefnek az angyal, hogy József, ne félj magadhoz venni Máriát. Ez a félelem azért attól is van, mert a Szentlélektől van benne ez az élet. És ez, hogy nem érintem, tetem meg, az isteni szentség. Nem közelíthetek az égő, de el nem égő csipkebokorhoz, és ne félj magadhoz venni, mert a Szentlélektől van, a teremtő lélektől az a valaki, aki már a te jegyesed méhébe van. És akkor az angyal is azt mondja, hogy miértbe fogansz és fiút szülsz, és Mária levizsgáztatja, ő nagyon nagy realista. Hát én Józseffel még nem élek együtt, jegyesség. Hát miket beszélsz te? És azt mondja az angyal, Mária, az Isten mindenható. És a mindenható abba a korba egyet jelent, hogy a semmiből teremtő. Akkor legyen nekem a te igéd szerint. De hogy ő második isteni személy, tudta Mária, elfogadta. Ez egy óriási dolog. És ezért lesz Jézus maga a végső jel. Nem emanáció. Nem emanáció, hogy az Isten végül is megkeményedett, és ez is Isten, én is, meg a bogár is, meg mindenki, hogy ne. Akkor az Istenre rossz képen van. Hanem úgy, hogy képes
abba szeretetbe fölvenni nem létező lényeket, értelmes lényeket, amely ő benne öröktől fogva van. És ez nem neki, nem szükségszerű kiáradás, hanem egy szabad döntés. És a Fiú Istenbe emel fel minket magához. Ezért mondja Szent Péter apostol, hogy figyeljetek a prófétákra, mint világító mécsesekre, vagy csillagokra az égen, míg a szívetekbe föl nem kél a hajnal csillag, amiről a diákonus énekel húsvét éjszaka, hogy a hajnal csillag találja égve húsvéti gyertya lángját, és itt szinte már képzabarra megy át. És hát akkor, amikor azt mondja, igen, az egy Isten is elküldte a fiát, aki által majd, aki emberi lett, meghalt és föltámadt, és majd általa tart ítéletet. Jó, Paulus, majd meghallgatunk máskor is. A föltámadás az egy botrány. A test az rothadásra van ítélve. Mit beszélhet itt össze-vissza? Tehát nem csinált egy ószövetségi bevezetést, hogy a teremtésnél kezdte volna, mint ahogy hiszek egy. Egy Szent Ágoston ezzel küzdött meg a diákonus, a Deográciás nevű diákonus, hogy azok az észak-afrikai parasztok, vagy tudósok, vagy minden, hát abszolút panteisták voltak. Tehát, hogy az első hatalmas nyitás az a teremtés. Akkor az, hogy az a teremtő, az valaki, az nem egy világelv, az nem egy sors. Mert azért a görög filozófia az volt olyan intelligens, hogy hát az Istenek, hát azok úgyhogy éppen a irigyek, meg házasságtörők, meg pimaszok, mint az emberek, hát nem sokat törődtek velük. De fölöttük is van egy istenség, a sors. De az egy hogy mondjam én, az egy világ személytelen elv. De hát hogy lehet, hogy egy személytelen elv kitermel személyeket? Na, tehát ez az, amit át kellett törni, a teremtés. Akkor a gondviselés. Hogy annyi rossz van, de azért még a rosszból is jót hoz ki. És hogy megbocsát, hogy irgalmas. És akkor a jövő felé irányítják a proféták. Szóval ezért, és azért minden népnek azért voltam ilyen készülődése. Minden emberi, minden törzsnek a hagyományában van valami, ami beteljesedése vágyik. És érzik, hogy hát ma értünk egy olyan korszakba, tehát egy hatalmas világfordulat lett. Nem sokára, lehet, hogy egy-két hónap. Itt valaminek történnie kell. Tehát olyan, hogy megszakítani a hagyományt, ami volt eddig az, mind rossz. Egy új ember gyártunk le. Húha, gyűlölik a hagyományt. Tehát a Szentírás nem azt mondja a zsidónak, szeresd, tiszteld apádat és anyádat, mert nagyon jók voltak hozzá, nem ütöttek, vertek, megtagadtak. Miért kell tisztelni őket? Mert mégis tőlük születtél. Mit adtak? Mindent. Erre mondja Szent Pál, hogy a presbitert, az ige hirdetőt, ha jól végzi a dolgát, kétszeresen kell tisztelni. Egyszer azért, mert egy felszentelt pap, aki keresztel új életet ad, de lehet bűnös is. Rossz pap, akkor is életet ad. De ha annak él, ezért vannak szent javatva, szent papjaink, Viennei Szent János, Szent Második János Pál pápa és a többiek, meg egyszerűek, meg akik nincsenek szent javatva, akkor kétszeres tisztelet. Tehát, hogy az életnek a továbbadása. Igen, és hát itt hogy beérnek a szavak, hogy valami, egy mese, egy várakozás egyszer csak Krisztusban megvalósul. Ezért is tűnik annak, aki csak hallja és még nem kapott hitet, olyan meseszerűnek. Mi a különbség, amikor ugye Máriának megjelenik az úrangyala, és Zakariásnak is megjelenik az úrangyala. Mind a ketten megkérdezik, hogy ez hogy lehetséges, és Zakariást megbünteti némasággal, és hitetlennek érzékeli az ő visszakérdezését. Mária esetében pedig nincs ilyen rögzés. Hát igen, mert ezzel te is tanúságot tette arról, ami az egész papi életemben van, hogy rendkívüli módon felületesen olvastam a Szentírást, és mind a mostani napig. Hihetetlen mélységek vannak. Azt mondja, hogy miből tudom meg,
azt mondja Zakariás, tessék egy jelet adni, tehát egy előzetes csodát. Miből tudom meg? Az angyalt arra kér, hogy légy szíves, most valamit produkálj, amiben már belekapaszkodhatok. Ez az anya meg nem azt mondja, hogy miből tudom meg, hanem hogyan lehetséges. Hát azért egy fogantatás az férfi és nő egyesüléséből van. És amikor azt mondja neki, hogy Mária, hát az Isten az teremtő, vagyis mindenható. Le is vizsgáztatta az angyalt, hogy ez nem egy gonosz szellem, mert megvallja Istent, hogy mindenható. Akkor legyen nekem a te igéd szerint. És ugyanúgy nem érti, de belekapaszkodik az Istennek az ígéretébe. Nem vizsgáztatja az Istent. Ez egy óriási. És éppen erről próbáltam beszélni a híveknek is, hogy megint ennek van-e valami antropológiai, mindennapi alapja? Van. Zakariás biztosítékot kért. Mária pedig egy bizalomra akart építeni. Hogy kitől jöttél te? Számodra angyal, ki az az Isten? Mindenható. Akkor én megbízok benne. Minél több biztosítékot akarsz, annál jobban tönkre megy a bizalom. Az abszolút bizalom viszont kiveri a biztosítékokat. És hogy meg lehet bízni egy másik emberbe, mint ahogyan József Máriába, ez emberfeletti bizalom. Hogy ez a méhében van, nem igenegen férfitől van. Ehhez is kellett egy angyali küldetés. Üdvözlet, meg kellett Máriának az ismerete. Azért az, hogy valaki bűn nélkül fogantatott, mert ez más a szeplőtelen fogantatás, tehát Mária az előre megváltott. Úgy látszik, mondja megint Skótusz, a ferences, mert nem tudták összeegyeztetni a középkori egyetemek, hogy ha ádámi vadéka, akkor ő is ősbűnben született. De hát ugyanakkor azt mondja az angyal, hogy kegyelemmel teljes, és az egyház mindig, hát a keleti egyház, hogy paradicsomkert. Meg ilyeneket mondanak róla. De értelmileg ezt nem Aquinói Szent Tamás is szeptőtelenül fogantta, tehát Ádám vétkétől eleve mentes, és mit mond Skótusz? Itt van, hogy először elfogadom, amit hisz, amit kinyilatkoztatás, amit az egyház mindig elfogadott, csak nem tudta megérteni, és utána gondolkodok el rajta. Azt mondja, miután Krisztus a kereszten megszerezte minden bűn bocsánatát. Tehát, ha én bocsánatot kérek, és megvallom Krisztus istenségét, menjetek, és akinek megbocsátjátok, bűnbocsánatot nyernek. Miután mindannyian elestünk, minket felemelt Krisztus érdeméért, Máriát pedig nem engedte elesni. Tehát a Golgota hegyéről nem csak időbe arra felé, előre folyik Jézus vérelme, hátra felé is. És Mária fogantatása, a természetes fogantatás, Anna és Joakimnak a lánya, abban a pillanatban, mert Isten előre látja a megváltást is, részesíti az ő fiának érdemeibe a mentesség. És Isten előre látja azt is, hogy Mária majd igent fog mondani a megtestesülés. Igen, és ugyanakkor üzenetére. Szabad. Szabad, és azért tud igent is mondani, és, mert ilyen zseniális kapcsolatban van Istennel. Na most azért József ismerte Máriát. Ez egy hosszú ismerettség lehet. A rokonok is mind a kettő Dávid családjából való. És azért nagyon tud sugározni egy ember. Nem tudjuk elképzelni Máriát. Abszolút egyszerű. George Bernanosnak vannak remek oldalai egy falusi plébános naplójában, hogy megóvta minden nagy képűségtől. Abszolút nem tudta, hogy ő kicsoda. Émázul alázatok szolgáló leánya. Letekintett szolgálójának alacsonyságáról, az a kicsinységére. Azt mondja, mindentől megmentette, soha nem látott többet angyal. Soha semmit. És hát az sincs, hogy megjelent volna neki a föltámadt Jézus.
Az apostoloktól hall. Ez mondjuk kikövetkeztethető logikai ki? Úton, mert különben ki ő lett volna az első asszony, aki megy vasárnap. Ki is következtethetjük, és mind a kettőnek valahogy van mondani valója. Annak is, hogy nem jelent meg. Mert Mária hite az egy kontinuitást képezett a kereszthalál és a föltámadás között. Akkor az atya majd föltámasztja. Az ő Isten, akiben bízott. Ez egy hihetetlen. Mint ahogyan fogadta a fogantatást is. Na most azért, tehát de Józsefnek itt a Jóisten ezzel az üzenettel, hogy az a Ákász királynak adott jel, amit a király se kért és nem is tudtak fölfogni, de azért elmondta Izaiás proféta által, hogy a szűz méhében fogan és fiú szül, mikor derül ki? Föltámadásakor. Amikor János apostol fut Máriához, mert a kereszthalál után házába fogadta őt a tanítvány, tehát nem is akármilyen kis galileai halász lehetett az, mert a főpap ismerőse volt. Tehát a Golgotáról oda vezette, valami szobája lehetett Jánosnak. De ő megy, keresi az a többi apostolt. És mit mond neki? Kétszer írja le az evangéliumában, de hányszor megtörténetett, hogy Mária, él a fiat, csak tudod, nem kopogott az ajtón. Megállt középen. És mi azt hittük, hogy szellemet látunk, és azt mondja, tapogassátok meg. Szellemnek nincs ontja és húsa. Na ekkor nyílt meg az a légkör, amiben valaha Lukács evangelista, vagy egy elődje interjú volt a Máriát, és most elmondhatta azt, itt van a nagy magánya, nagy hivatás. A nagy hivatás kapott ember abszolút magányban. Senkinek, még Józsefnek se beszélt arról. Józsefnek az angyal beszélt. Ja, zárt ajtók mellett, a szűzi méhem zárt ajtaja mellett is így jelent meg. Megint az egyik titok a másikba van. Lehet azt mondani, Balázs atya, hogyha a megtestesülés misztérium az angyali üdvözlettel vette kezdetét karácsonyban teljesedik be? Hát lehet, mert akkor születik meg. De azért a maga a megtestesülés az egy pillanat. Ezért van az a 9 hónap, hogy március 25-e, amikor a krédóban azt mondjuk, hogy megtestesült a Szentlélek által, fogantatott szület. Akkor térdet hajtunk. És 9 hónapra rá, december 25-én is. És ez egy szentséges... Az a 9 hónap egyébként az elemezni kéne, mert az Úristen nem rövidített, nem akart koraszület lenni Jézus, és többet sem maradt anyja méhébe, mert az a 9 hónap az valami nagyon szentséges dolog. Például itt van a 9-ed. Hogy az Úr Jézus mennybe menetele után az egyház még magzati állapotban van, és pünköskor születik meg, a világra jön az egyház. A Szentlélektől fogantatvány. És ott van az egyház anyja, nem csak tagja. Nem csak tagja, és milyen jó, hogy ezt a Ferenc pápa most emléknappá tette. Egy nagyot ütött sok liberálison. Mert akkor felrázadtak, amikor Szent II. János pápa beírta azt, a zsinati dokumentumban nem csak tagja az egyháznak, hanem anyja. Mert az egyház, a mini egyház az a megváltó és a megváltott kapcsolata. És ez már ott volt Mária méhébe. Az az abszolút gyökérben az egyház. A megváltott ember és a megváltó kapcsolata. Tehát ezért mondhatja a kereszten Jézus utoljára, hogy én a te fiad, én a te anyád. És az a szeretett tanítvány az maga a Krisztusban hívő egyház.